Sziasztok, ez itt az LGN Gaming legújabb adása. Én Gásper vagyok, mellettem itt ül Ádám. Sziasztok! És most a nemrég megjelent, vagyis pont ha minden igaz, a mai napon debütáló Shadow of the Colossus remake-ről fogunk beszélgetni. Ami egy nagyon fontos játék, 2005-ben jelent meg Fumito Ueda a remek műve, még PS2-re, aztán megélt egy PS3-as feldolgozást, ami igazából csak ilyen textúra javítgatás. igen, igen. A szabad fel, de igazából nem változott sok. És most végre PS4-re is átköltözött a játék. Há, és meg. hát igazából sok kérdést felvetett a dolog, mert mind a mellett, hogy nagyjából azért mindenki elismeri a kolosszusnak a az érdemeit, de Több, hogy ez a, a játék? legtöbben, de azért Igen. nagyon sokan olvastam ilyen a csók, hogy, hogy ugyan már ez a a sztori, meg unalmas az egész... Nem jött el a Valahogy Sokan elismerik a kolosszusnak az érdemét, de hát, hogy miként működik ez a játék a, a mostani korban, mert azért azóta a nyílt világ az nagyon más jelent már, és hát azért attól függetlenül, hogy ez egy alapjaitól újra tervezett kiadás, azért játékmechanikailag a kamerakezelésben, hogy ez mennyit. mennyit változott, hogy áll meg ez a hely. Meg meg a, a, a gondolatmenet, mert mert igen, ez, ez először bennem is felmerült, amikor ugye először bejelentették, hogy lesz ez a PS4-es remastered, és nem csak felújított, hanem teljesen átalakított verzió, hogy így már, már akkor azért már nyilván 12 év alatt megkopnak az ember emlékei, de, de, de nagyon pozitívak voltak, és reméltem, hogy ez ismét majd tök jó lesz, meg, meg Szépen. hasonlóan lelkesen fogok tudni vele játszani, mint egykoron. És hát egy percig nem gondoltam volna, hogy ez a remastered kiadás ennyire ütni fog, de, de az a helyzet, hogy, hogy a játékmechanizmus nem kopott meg annyira, mint gondoltam, hogy ezt 12 év alatt meg tud kopni. A, a, a nyílt terep a, mechanizmusa meg oké, okay, megváltozott, de, de hogy ezzel az új, újkori 4 k és, és tényleg 4 k grafikával azok a grandiózus, borzalmasan nagy helyek, területek, és itt most nem is csak a kolosszusokról van szó, hanem, hanem maga, maga ez a, a, forbidden lens, neki így minden egyes szegmense, még a, a PS2-es pixel háborúban is így eléggé letaglózó volt, és most úgy, hogy minden tűjéles és, és, és átjön a, a ez a borongós időjárás hangulata, megjelent az alnövényzet, már fű is van, azt jeppé, nem csak egy ilyen zöld textúra, így oda ragasztva, és tényleg így a szikláknak a, peremei, a törmelékek látszanak, egyszerűen még inkább adta nekem ezt a úristen, de vagyok ebben a, hatalmas világban, és persze amikor nyilván találkozol az első pár kolossussal, akik nem ilyen négylábú bestiák, hát ott meg ez a Oké, igen, ezért szerettem. there you go <laughs> Nyilván, aki, aki, először találkozik majd ezekkel a hatalmas óriásokkal, azoknak vélhetően nagyon-nagyon jó élmény lesz, de, de sokakban annyira megragadt ez a játék, hogy mondotta is, hogy nagyon gyorsan haladtál Igen. a legyűrésükkel, hogy ez, ez nem vett el egy kicsit az élményből? Nem, nem, pont sasával beszéltem, így gyakorlatilag versenyt futottunk a, a, a <laughs> játékkal, hogy na, én mindig hívogatok egy most, na, én már az ötödik egy te hol vagy? Oh, 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 oh most kezdem a hatodikat, ha De És így, így pont ezt beszéltük, hogy ja, 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 aki így, így ö, emlékszik, Hát igen, ugye ennek a játéknak azért az, az, az volt mindig is a... a ez adta sav a sava borsát, hogy, hogy felfedezd a, az adott ellenfelet, mert olyan grandiózus méretű, hogy igazából így elsőre azt se tudod, hogy ez most tényleg én őt föl rá, Ezzel? mi, pedig <laughs> <Tudod>, ne hülyeskedjetek, <laughs> <laughs> és de, és ugye ahogy haladsz előre, mindegyik kolosszusnak már van egy kis trükkje, mert először tényleg nem tudsz egyszerűen is lehetőséget felkapaszkodni, rá, és meg kell találni, a, ki kell ismerni a szokását, meg kell nézni, mit csinál, hogy csinál, mire, hogyan reagál, esetleg hol van valami, amit meg tudsz hogy piszkálni elbújni előle, mindegy, tehát ki van találva, és mind a 16 darab kolosszusnál megvan egy ilyen saját, egy faj... metódus. saját metódus, igen, és gyakorlatilag ez adja a ját, Ez a játék egy ügyességi, logikai akciójáték, gyakorlatilag, mert, mert a harcolni tulajdonképpen nem is kell benne. Tehát a harc az annyi, hogy szurkálod a kolosszust, aki meg... A megfelelő tud, igen, én nem, tud, nem <laughs> tudsz vele mit csinálni, vagy ő meg nem tud veled mit csinálni. Úgyhogy ennyi, tehát, hogy ilyen klasszikus harc, nincs is benne. De mindezek mellett ez nem nagyon vett el az élmény Azért persze, nyilván sokkal izgalmasabb lett volna ezzel a fantasztikus grafikával teljesen nulláról megélni, és felfedezni a, a kolosszusok legyőzésének a mechanizmusát. De de így is, így, így meg a, a, a. Hál' Istennek már olyan rég volt az élmény, hogy azért. Csak úgy, ugye, nem kellett annyit szenvedni egy-egy mechanizmus megtalálásán, hanem tudod, hogy ú, valamit a lábával kellett csinálni. De már nem emlékszem, és csak ah, megvan. De azért azért független ezeket a kolosszusokat meg kell mászni, rajtuk kell maradni, ugye a, a fogózkodásnak van egy ilyen stabilnája, ami ha lejár, akkor leesel, elengedi. Tehát, hogy azért itt van, van kihívás, és, és azon, a, azt azon a kolosszuson rajta is kell maradni, nem csak rájönni, hogy hogyan kell megmászni, és, és hát ez, ez, ez marha jó élmény volt, főleg, hogy ugye a, a kolosszusok szőre is, uh, igen, komoly megújuláson is, igen, esett át, és és most már jól néz ki, tehát hogy, hogy tényleg szőr, é, é, érzem, hogy így duskálok benne. <laughs> No, a látványról és a játékmechanikáról akkor már beszéltünk, de akkor egy picit az újdonságról is, mert azért ezekből is jutott egy kicsi erre a felújított igen, változatra. Igen, igen, tök kedves ilyen extra technikai feature, hogy például nemféle filterekkel játszhatunk, a, a, ami nem tudom milyen, szépia, hatást ad a képnek, vagy ilyen cold, ilyen hidegebb, vagy pont, hogy ilyen warm, is, és, és egyébként van, vagy nem tudom, 20-30 ilyen, ilyen filter, amit azon belül is még ott csúszkákkal állíthatsz. Én és a fotómód is barom, jó. Igen, cícokat igen, cícokat úgy, igen. A, a screenshot uh, mániások itt, itt, itt meg fogják találni a, a számításukat. Így van. minden uh, Mindemellett ugye a, a főmenü be kaptunk rengeteg ilyen konceptártot, ö, ö, ilyen összehasonlító képeket, amiket azáltal tudsz kioldani, hogy ölöd meg a, a kolosszusokat különböző módba, normálba, van hard mód is a, a, a time attack mód, vagy az a remissen mód, amikor visszamész egy már leölt kolosszushoz, és így gyakorlatilag újra játszod, visszatekered a, az idő kerekét. Ezekben a módokban külön-külön minden, minden, minden módban, ahogy leülöd őket, az, az egy újabb ilyen konceptártolt monsterrajzot egy is ilyeneket olt ki ebbe a menübe. Illetve, ami, ami, talán a legfontosabb, hogy ezeket az extra ilyen gyűjtögetni malókat belerejtették a, a fejlesztők a játékba, amik igazából ilyen aranylóan csillogó Hát ilyen energiának tűnik, amit ha közelébe mész, akkor a kontroller uh, ja, speakerjéből is. is egy ilyen nagyon furcsa hang jön ki. És igazából ezt, ezeket fel lehet venni. Én uh, elsősorban a Leölt ko, uh, Kolosszusoknak a arénáiban, amikor visszamentem, én ott, ott találtam, uh, ezek minden egyes arénába találtam egy ilyet, de volt amikor út közben is. Viszont fogalmam nincs még, hogy ezek mire jók, mert nincs erre semmiféle visszajelzés, vagy, vagy semmi, még ugye az eredeti játékban volt, vagy a a gyíkfarkokat lehet egy gyűjtögetni, meg a gyümölcsöket enni, mind a kettő ugye staminát, meg, illetve életet adott itt még egyelőre nincs meg. Mert hogy tele van ilyen apró iszteregekkel is a játék, egyébként például a Last Guardian. Igen, az is egy újdonság. Egy kis igen, a, igen. Hát az azért a, a másik. Pontosan. Apróság, tehát nem a... egy nagy szúz, csak aki játszott a Last igen. guardian az ott így. Meg, 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 szóval úgy néz ki, a... hogy nagyon jó munkát végzett a Bluepoint Games csapata, ők végezték ennek az egész játéknak a felültetését. Ugyanakkor egy pici hibát, hogyha föl lehet neki róni, igen. akkor azt talán a kamera Kezelés. Igen, igen, hát az a Shadow of the Colossusnak mindig is a rákfenéje volt, illetve a Timiko. Produktumoknak mondhatni, és, és az a baj, hogy már annyira rég volt az eredeti, hogy annyira nem emlékszem, de de minthogyha jobb lenne a helyzet, tehát hogy mivel a új kontroller kiosztásokat is kaptuk, nem csak a klasszikus gombkiosztást használhatjuk, hanem van egy ilyen modernizáltabb, ahol például a vetődés egy teljesen különálló gombra került, nem kell hozzá ezt a kapaszkodás és egy másik gombot nyomni, és, és úgy éreztem, hogy azért talán kevésbé kellemetlen, de kellemetlen. Tehát, hogy, még mindig megvannak ez a, a, kamera, nem oda akar nézni, ahova viszont én próbálom nyomkodni, és, és ezzel, ezzel azért voltak problémák. De ugyanakkor meg ugye az egész világot gyakorlatilag újraalkották minden egyes modellt, újra modelleztek, ilyen a poligonszámok ilyen több tízezre sére nőttek az eredeti verzióhoz képest, sokkal dítélesebb minden, tehát hogy tényleg nem csupán így áttextúrázgatták a modelleket, hanem egytől egyig újraalkották, és, és kibővítették őket. De ezt a cikkben is írtam, hogy például volt a, a, az egyik ilyen négylábú szörny, az, az 11 ezer poli, 11 poligomból állt a, az eredeti játékba, és e, itt a felújítottban már 61 ezerre hízott, és ő, ő az egyik legkisebb kolosszusa a játéknak, tehát hogy ő, ő körülbelül a lovatnál nem sokkal nagyobb. Úgyhogy, és, és ő is ilyen durva ö, felújításon esett, tehát és látszik, hogy a, a fején lévő ilyen kis szarvszerű kezdemények, tehát rendesen ö, most már gömböidet formájúak és vannak benne vésetek, amiknek szintén területe van, tehát hogy nem egy textúra, hanem, hanem kitüremkedése is. is van, úgyhogy és ez, ez érződik is, mert meg, meg látszik is, és éppen ezért simán megállja a helyét a, a mai ö, ö, játékok mellett, illetve a mai trendek mellett, mert, mert egyszerűen tényleg a, borzalmasan gyönyörű ez a grafika. Oké, én Pron játszottam és, és bártogattam, hogy két mód van, a cinematic mód, meg a performance mód. Nyilván a, a cinematic mód a, a, a 4K 30 fps, még a performance mód az a full HD, és uh, a viszont és fix 60 fps, és az tényleg fix 60 pron. Az baj, hogy sima ps 4 en láthogy nem tudom, de, de én megkockáztatom, hogy azért ott is tudták tartani ezt a full HD 60 fps dolgot, ha nem, akkor elnézést. kérek. Akkor úgy tűnik, hogy egy, ez, ez, egy olyan remaster lett, amiért megéri pénzt adni, azért meg pláne, hogyha még nem értétek át ezt a kalandot, akkor... Pláne úgy PS4... már bocsánat, hogy, hogy nyomott áru, tehát hogy nem is, nem Igen, is, is nem játék. Úgyhogy <laughs> úgy, hogy, úgy hogy mindenféleképpen, ha PS4 konzolotok van, akkor, akkor, a februárban ez az a játék, amit mindenféleképpen szerezetek be. Ez biztos. Erre garanciát hát, vállalok. <laughs> Igen, mert hát a kolosszus írtás sosem volt szebb és jobb ennél, mint amit most kaptunk. Úgyhogy tartsatok velünk, legközelebb is, most a Shadow of the colossus egyelőre ennyit tudtunk elmondani, illetve elolvashatjátok már a tesztünket, és jelentkezünk a videóteszttel is, úgyhogy a Youtube csatornánkat is majd figyeljétek, és legközelebb is jövünk mindenféle érdekes tartalmakkal. Sziasztok! Sziasztok!